Izgatottan várja a tavaszi szezon kezdést a Szent Mihály csapata. A szegediek célja nem lehet más, mint bent maradni az NB1-ben. Lipták Lilla elmondása szerint az őszi szezon nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, de úgy érzi, most beérett a csapat, és ez pontokban is meg fog mutatkozni. Január óta, ahogy lezajlott ez a teremtorna, folyamatosan edzünk. Minden héten 5-6 edzésünk van, készülünk elég keményen a bajnokságra, hiszen ez számunkra sajnos újra sorsdöntő lesz. Nagyon szeretnénk benn maradni a bajnokságban, természetesen, és nagyon jó lenne esetleg egy 6. helyet elcsípni, hogy ne kelljen osztályozót játszanunk, tehát hogy biztosan bemaradjunk a bajnokságban. Én nagyon remélem, hogy ezt a lányokkal el tudjuk érni, hiszen rengeteget dolgoztunk érte a felkészülés alatt. A szegediek új edzővel vágnak neki a tavaszi szezonnak, remélik Jenei Péter új lendületet hoz a csapat életébe. Hát ugye az edzőváltás az mindig egy nagyobb stresszt okoz a közösségben, tehát nincs ez másként nálunk se, vagy nem volt másként nálunk se. Úgy gondolom, hogy minden edzőnek megvan a saját elképzelése, amit szeretne viszont látni a pályán is. Tehát ezt a 2 hónapot arra használtuk föl, hogy ezeket az új dolgokat a csapattal úgymond elsajátítassuk. Nyilván még szokjuk egymást az új edzőgárdával, remélem, hogy ez még fejlődni fog. Természetesen új edzők, teljesen új edzésforma, minden új. A taktikánk is új lesz, remélem, hogy a csapat gyorsan meglépi ezeket az új dolgokat, és úgy tudunk már pályára állni a hétvégén, hogy összeszedetten és keményen oda tudunk lépni az ellenfélnek. A Szent Mihály csapatát Szeged városa mellett a kész csoport is kiemelten támogatja. Én azt gondolom, hogy a kész csoport részéről elvárásként nehéz is beszélni, inkább azt mondanám, hogy mivel a csapat sportokat elkötelezetten támogatjuk, nem csak a régióban, de elsősorban a régióban is, szegedi nagyvállalatként, feles nagyvállalatként, ezért azt gondolom, hogy elvárásról nehéz beszélni, viszont azt mindenképpen kiemelném, hogy a csapatban hiszünk, a közösségteremtő erőben hiszünk, ezért vagyunk ma is itt, ezért álltunk a Szent Mihály futballklub mellé. Nem csak a felnőtt csapat támogatásában veszük részt, hanem az utánpótlás képzésben is, és utánpótlás támogatásában is. Nagyon fontos számunkra a jövő generációja, és az, hogy ebben mi is részt vehessünk itt a régióban elsősorban.